Sziasztok! A magyarral együtt négy nyelven, négy külön videóban közé tettem már a saját elgondolásomat arról a természeti jelenségről, amit meggyőződésem, hogy Newton és Einstein hatására tévesen tömegvonzásként definiált a természettudomány. És most, hogy még több érvényesülési lehetőséggel segítsem az ige terjedését, újra feltöltöttem mind a négy nyelven, de egy videóba foglalva. Tessék! Sziasztok! Nem szoktam bemutatkozni a videóimban, mert minek, hiszen az anyakönyvezet nevemen megy a csatorna, így egyértelmű, hogy ki vagyok. De egy ilyen horderejű témaboncolgatás akkor, mint a gravitáció, ami minden természeti törvény alapja, tiszteletlenség lenne részemről, hogyha nem így tennék. Tehát, tisztelettel köszöntök mindenkit. Rulek Zoltán vagyok, és a következő néhány perccel szeretnék minél több embert a tudomány jelenlegi állása szerint leírt gravitációs jelenség újra gondolására késztetni. Mindenki, aki rendelkezik a logikus gondolkodás képességével, azonnal át fogja látni a mondandómat, le fogja szűrni a lényeget, és nem lesz szüksége további magyarázatra. Tehát az egész ott kezdődik, hogy a legenda szerint, mint tudjuk, a 17. században Isaac Newton fejére pottyant egy alma, minek hatására töprengeni kezdett, és arra a megállapításra jutott, hogy lennie kell valamiféle tömegvonzásnak, különben nem esett volna le az alma a fáról. Na erre ki is dolgozott egy elméletet, amiben én most nem megyek bele, de ha nagyon leegyszerűsítem, akkor így hangzik egy mondattal, legalábbis az én szavaimmal. Minden test a tömegének és gravitációs hipocentrumának megfelelő mértékben és irányban vonzza a másik testet. Majd később, a 20. század elején Albert Einstein a tömeg által előidézett térgörbülettel magyarázta a tömegvonzást, amit még szemléltetett is egy kifeszített gumilepedővel, amire különböző súlyú és méretű golyókat helyezett, így demonstrálva, hogyan húzzák magukhoz a nagyobb golyók a kisebbeket, mivel méretüknek és sűrűségüknek függvényében görbítik meg maguk körül a teret. Hát ez meggyőző, de legfeljebb csak egy gyengébb képességű vagy egy alsó tagozatos gyerek számára. Persze mindkét gondolkodó olyan képletekkel állt elő az igazuk alátámasztására, amire mi csak pislogva bólogatunk és úgy teszünk, mintha értenénk. De hát ez benne a szép. Minél nyakatekertebb valami, annál hajlamosabbak vagyunk elfogadni. Newton elmélete az még rendben van, odáig Einstein elmélete is életképes, hogy görbül a tér, mert valóban módosítja maga körül a tömeg a teret, de nem úgy és nem azt a hatást kiváltva, ahogy azt Einstein leírta. Semmi köze a gravitációhoz. Semmiképpen sem tekinthetünk a tömeg által görbített térre, mint gravitációt kiváltó tényezőre. Egészen másról van szó. Valójában nem is létezik tömegvonzás. Az, hogy két test pusztán a tömegének és gravitációs hipocentrumának köszönhetően elkezdjék egymást vonzani, vagyis meginduljanak egymás felé bármi nemű segítő tényező nélkül, ez számomra teljes mértékben elfogadhatatlan. Abszurdum. Nem vonzák egymást, hanem meglódulnak egymás felé, és ez az a bizonyos segítő tényező. Ez ahhoz hasonló jelenség, mint amikor elfelejtik behúzni a kéziféket egy autóban, az megindul a lejtőn lefelé, és belecsapódik egy másik autóba. Minél meredekebb ez a bizonyos lejtő, annál erősebben csapódik bele. Nem azért, mert vonzotta a másik, hanem mert meglódult. Persze ezt a Föld által kiváltó, a tudomány által gravitációnak nevezett, vagyis tömegvonzásnak nevezett segítő tényező váltotta ki, de ez a lényegen nem változtat. A lényeg pedig az, hogy nincs tömegvonzás, még maga a szó, a gravitáció is azt jelenti latinul, hogy nehéz, nem pedig bármilyen vonzást. A tömegvonzás csak egy gravitáció keltette illúzió. A gravitáció nem tömegvonzás, hanem tömegmeglódulás, és nem térgörbület idézi elő, hanem térkiszorítás. És erről szól az én elméletem, a térkiszorítás keltette sűrűbb térközegről. A térgörbület az csak egy ilyen mellékjelensége a térkiszorításnak, semmi más. Na most a könnyebb érthetőség kedvéért, hát attól függetlenül, hogy nincs tömegvonzás, ezt ki kell hangsúlyoznom, mégis a tömegvonzás alapjául szolgáló pár mondattal kezdem az elméletem. A tömeg határozza meg a gravitációt, a gravitáció pedig a súlyt, mivel a súly nem más, mint az anyag sűrűségének megfelelően fellépő gravitációs kölcsönhatás. Ezért hívjuk tömegvonzásnak, mert minden tömeg vonzza a másikat, legalábbis az elméleti fizikusok szerint. Minél sűrűbb, annál jobban vonzza a másikat, így annál nagyobb lesz a súlya, ezért hívjuk fajsúlynak. És minél sűrűbb, annál kevésbé járja át a tér, így annál többet szorít ki, és annál nagyobb a gravitációja. A fekete lyukak például a legsűrűbbek, mondhatni tömörek, hiszen korán sem biztos, hogy valóban valamilyen
féreg, meg ilyen olyan lyukakról lenne szó, mint ahogy azt a csillagászok állítják meg, az elméleti fizikusok, a gondolkodók. Na, oké, innentől mellőzzük a tömegvonzást. Még egyszer mondom, nincs tömegvonzás. Én úgy gondolom, hogy a teret egyfajta módon sűríteni lehet. A tér nem görbül, hanem az anyag, vagyis a tömeg körül sűrűbb lesz. Ez a sűrűsödés annak köszönhető, hogy a tér ellentétben a folyadékkal vagy a gázokkal nem képes áramlani. A tömeg a méretének és sűrűségének megfelelően kiszorítja, így körülötte sűrűbb lesz, és ahogy távolodunk tőle, úgy ritkul vissza normál állapotára. A gravitáció megnyilvánulása pedig úgy történik, hogyha egy anyaghalmaz belekerül egy másik anyaghalmaz által előidézett sűrűbb térközegbe, akkor a gyengébb térsűrűséggel rendelkező anyaghalmaz elindul az erősebb, nagyobb térsűrűséggel rendelkező anyaghalmaz gravitációs hipocentruma felé. Hogy leegyszerűsítsem az elméletem, tehát minél sűrűbb egy bizonyos területen a térközeg, annál gyorsabban elmerül benne a tömeg. Szó szerint meglódul a sűrűbb tér irányába. A ritkább, normál állapotú térközeg a sűrűbb térközeg felé taszítja a tömeget. Épp ellenkezőleg, mint például, ahogy azt a víz teszi az édes és sós víz ellensúlya esetében. És ez az ellentmondásos viselkedés a tér esetében az anyagtalanság számlájára írható. Az anyagi és az anyagtalan világban ugyanis nem lehet semmi, ami közös, még a természeti törvények közül sem. Ez a gravitáció. Köszönöm a figyelmet, szevasztok! Welcome everyone. I am Zoltán Rulek from Hungary, and in the next few minutes I would like to make as many people as possible a thing, the gravitational phenomenon currently described by science. My theory is the following. It's true that mass modifies the space around it, but not in the way and not by producing the effect as Albert Einstein described it. It has nothing to do with gravity. We can't consider space curved by mass as a factor which causes gravity. It's a completely different thing. In fact, gravitational attraction doesn't exist. Even the word gravity means heavy in Latin, not attraction. Gravitational attraction is just an illusion induced by gravity. Gravity is not gravitational attraction, but mass weighing, and it's not caused by space curvature, but by space displacement. This is what my theory is about. About denser space created by space displacement. Space curvature is only a side effect of space displacement. I think that the denser a given mass is, the less space can traverse through it, thus the more it displaces and the greater its gravity is. Black holes are the densest, we can say they are solid and have tremendous gravity, which, as I said earlier, is not gravitational attraction but mass weighing. The reason is that space can be solidified in a way. Space does not curve but becomes denser around the material, that is, around the mass. This thickening is due to the fact that space, unlike liquids or gases, can't flow. Mass displaces space according to its size and density, making it denser around it, and as we move away from it, it gets thinner until its normal state. Gravity is manifested like this. When a massive substance enters a denser medium created by another massive substance, the massive substance with a weaker space density moves towards the gravitational hypocenter of the massive substance with a stronger, higher space density. To simplify my theory, we can say that the denser the medium in a certain area is, the faster mass is immersed in it, and it literally sways in the direction of the denser space. The medium with thinner normal state repasses the mass towards the denser medium. Quite the contrary, like for example water behaves in case of a counterbalance between fresh and salt water. This contradictory behavior in case of space is the result of immateriality, because nothing can be common between the material and immaterial world, not even one law of nature. This is gravity. Thank you for your attention. I wish you all the best. Ich grüße alle recht herzlich. Mein Name ist Zoltán Rulek und komme aus Ungarn. In den nächsten paar Minuten möchte ich so viele Menschen wie möglich dazu bewegen, die Erscheinung Gravitation, wie diese anhand dem aktuellen Stand der Wissenschaft beschreiben wird, zu überdenken. Meine Theorie.
Masse verändertet sich den Raum um sich herum, aber nicht in der Form und nicht mit dem Effekt, wie dies Albert Einstein beschreibt. Sie hat nichts mit Gravitation zu tun. In keinster Weise können wir den durch die Masse gebogenen Raum als einen Faktor betrachten, welcher Gravitation auslöst. Es handelt sich um etwas komplett anderes. In Wahrheit gibt es keine Massenanziehung, sogar das Wort Gravitation an sich bedeutet im Latein schwer nicht eine Art Anziehung. Massenanziehung ist nur eine durch die Gravitation entfachte Illusion. Gravitation ist keine Massenanziehung, sondern ein dynamisches in Bewegung setzen der Masse, welcher nicht zur Raumbiegung, sondern zur Raumverregung führt. Meine Theorie umfasst somit den durch Raumverregung entstandenen dichteren Raum. Die Raumbiegung ist nur Nebeneffekt der Raumverregung. Je dichter eine bestimmte Masse, desto weniger durchdringt sie der Raum, desto mehr Raum verdrängt sie und desto größer ist ihre Gravitation. Schwarze Löcher haben die größte Dichte und verfügen über eine riesige Gravitation, welche, wie schon erwähnt, keine Massenanziehung, sondern ein dynamisches in Bewegung setzen der Masse ist. Raum lässt sich nämlich auf eine bestimmte Weise verdichten. Raum verbiegt sich nicht, sie wird um Materie, besser gesagt Masse, herum dichter. Diese Verdichtung resultiert daraus, dass der Raum im Gegensatz zu Flüssigkeiten oder Gasen nicht fließen kann. Gemäß ihrer Größe und Dichte verdrängt die Masse den Raum, er will sozusagen um sie herum dichter. Je mehr man sich von der Masse entfernt, desto rarer wird der Raum, bis er zu seinem normalen Zustand erreicht. Gravitation veranschaulicht sich folgendermaßen. Wenn eine Materienmenge in einer durch einer anderen Materienmenge kreierten dichteren Raum kommt, bewegt sich die Materienmenge mit der kleineren Raumdichte Richtung Hypozentrum der Materienmenge mit der größeren Raumdichte. Vereinfacht bedeutet die Theorie, je dichter an einem bestimmten Platz der Raum ist, desto schneller befüllt ihn die Masse. Die Masse setzt sich wörtlich dynamisch in Richtung dichteren Raum in Bewegung. Der rare, normale Raum schiebt die Masse Richtung dichteren Raum. Dies ist genau gegensätzlich, wie dies Wasser beim Gegengewicht von Süß- und Salzwasser tut. Diese widersprüchliche Verhalten verdankt der Raum der Materiellosigkeit. Die Welt der Materie und die der Materiellosigkeit hat nämlich nichts Gemeinsames, auch denn nicht, wenn wir über Naturgesetze sprechen. Dies ist Gravitation. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Gute. S poštovanjem pozdravljam svakog. Ja sam Zoltan Rulek iz Mađarske. Želja mi je da ovi nekoliko minuta čim više ljudi povedem na razmišljanje o dosad poznatom opisu gravitacije. Teorija mi je sljedeća. Masa stvarno modificira oko sebe prostor, ali ne na taj način i ne takvim utjecajem kako je to Albert Einstein opisao. Jer to nikakvu vezu nema s gravitacijom. Nikako ne možemo gledati na masom iskrivljen prostor kao na faktor koji proizrokuje gravitaciju. O drugome je riječ. Gravitacija je u stvari samo iluzija koju sama gravitacija proizrokuje. Sama riječ na latinkom gravitacija znači teško, a ne privlačiti. Privlačiti masu je samo jedna gravitacijom probudjena iluzija. Gravitacija ne znači privlačnost mase, već oteglenje mase i ne dovede do iskrivljavanja, nego do potisnutja prostora. O tome govori moja teorija, znači o potisnutju prostora iz gušće sredine, iskrivljenost je samo sporedna pojava istisnutosti. Razmišljam ovako, čim je gušća jedna data masa, tim ju manje može proći prostor, tako više može izbaciti, time se gravitacija povećuje. Prostor se ne iskrivljuje, samo materija, tako da će oko mase postati gušća. Ta gustoća se može zavaliti tome što prostor nasuprot tekućini ili plinu ne može strujati. Masa ga prema svojoj veličini i gustoći istisne, tako će u njezinom okolišu nastati gustoća i kako se udaljuje postane rijeđa i vratje se u normalan položaj. Očitovanje gravitacije se izvršuje tako da ako se skupina materije pomiješa sa drugom skupinom, onda skupina koja je manje gusta krene prema jačem, to jest prema gušćoj skupini, prema gravitacijskom hipocentru. Jednostavno rečeno,
Moje myšlenie je to, da čím je gušťana po jedinim prostorima, sredina prostora, tým se brže utopí u njega masa, konkrétno rečeno pojuri prema gušťem prostoru. Rijeđa sredina normalnog stanja prema gušćoj sredini gura masu. Sasvim suprotno, kao to na primjer voda čini u slučaju suprotnosti slatke i slane vode. To suprotno ponašanje u slučaju prostora se može propisati na račun nematerijalnosti. U materijalnom i nematerijalnom svijetu, tako reći, ništa ne može postojati što nema zajedničkog s nečim. Čak ni zakoni prirode. To je gravitacija. Hvala na pažnji, sve najbolje vam želim.